Hátamon a szép új táskát, biztosan nagyon sokan látják. Mondja is az egész környék, iskolát lett ez a csöpség. Molnos Lajos, becsengetés, ezer színű kedves nyár, elszállt tarkalepke. Csitri-csivi fecskék sem ülnek az ereszre, hosszú, nagy vakáció, már csak emlék, álom. Szép volt, jó volt, s hogy eltelt, kicsit még sajnálom. De szólít az iskola, s padok térképtábla, ha tehetnék, futnának elénk az utcára. Mint egy nyüzsgő hangyaboly, olyan lett az osztály, csupa kérdésekből állunk. Hát te hol nyaraltál? Tenger? Tábor? Fenyvesek? Emlékek cikáznak, egy-egy fényes darabja az elsőnt nyárnak. Nézzük egymást kacagva. Pityu, hogy megnőttél? Kati, Palkó, te talán kávéban fürödtél? Szép volt a vakáció, mint egy színes álom, de hogy eltelt, oly nagyon most már nem is bánom. Szervusztok! Végre újra itt vagytok az iskolában, nagyon hiányoztatok. Persze, hogy ebben a formában köszöntelek benneteket jelzi, hogy még nem áll teljesen helyre minden, sajnos még mindig nem élhetjük megszokott módon napjainkat. Kedves gyerekek! Jó veletek újra találkozni! Bizony az elmúlt tanév utolsó hónapjaitól kezdve egyre nyomasztóbb és üres volt az iskola. Nehéz volt mindannyiunk számára a digitális tanrend, de büszke vagyok rátok és tanáraitokra is, mert mindenki megbirkózott a feladattal, derekasan helytáltatok. Szeptember 1, a mai nap, amikor hagyományos rendben, de korántsem hétköznapi módon kezdődik meg a tanulás. Járatlan úton indulunk el, de közösen, egymásra figyelve minden nehézséget megoldunk. Legyetek ebben partnerek, vegyétek komolyan a mindannyiunk egészségének védelmében meghozott, nem megszokott, eddig még soha nem alkalmazott szabályokat. Engedjétek meg, hogy Márai Sándor gondolatait idézzem fel nektek. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van, elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Mindenütt összefut végül egyetlen közös célban. És akkor megállunk, és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokasságát, amelyekben áthaladva végül eljutottunk ugyanahoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van, de ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt. Szeptember 1 más jeles esemény miatt is fontos nekünk. Fogas Balázs és Juhász Nándor 2. A osztályos tanulóink, Rabi Szabina 5. B osztályos és Cságrány Zsoli 7. B osztályos tanulóink születésnapja. Isten éltessen benneteket! Egy apró ajándékot szeretnék átadni nektek, feltétlen találkozzunk a mai napon. Kedves első osztályosok! Nagyon örülünk nektek, már vártunk benneteket. A mai naptól sok izgalmas dolog vár rátok. Szerezzetek sok piros pontot, és tanulásotokkal örvendeztessétek meg tanítóitokat, Elzsike nénit, Rita nénit, Eszter nénit és családotokat is, szüleiteket is.
Óvónéniteknek megköszönjük, hogy eddig vigyázott rátok és felkészített benneteket az iskolára. Most már mi figyelünk rátok, hiszen a mai naptól iskolai közösségünk tagjai lesztek. Az eskütétel iskolai hagyomány, melyre most is sor kerül. Nagyobbjaink emlékeztek? Ti is így indultatok el. Én fogadom, hogy a Gregor József általános iskola szabályait megtartom, magatartásommal és tanulmányi munkámmal iskolám jó hírnevét öregbítem. Hagyományaink megtartásával, színes iskolai programokkal, rendezvényekkel, sok tanulást támogató és segítő lehetőséggel terveztük meg a 2020-21. Tanévet. De egyelőre mindannyiunk számára az a legfőbb kérdés, hogy ezeket a terveket milyen feltételekkel és hogyan tudjuk megvalósítani. A mindenkori helyzetre rugalmasan reagálva arra törekszünk, hogy a lehető legoptimálisabb megoldásokat találjuk meg. Böjte Csaba gondolatai is erre bíztatnak bennünket. Tudnod kell, hogy sok-sok-sok vázlat után születik meg a remek mű. Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen félszegen és helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaion, és kezd előről. Kedves gyerekek, nagyon számítok rátok. Szükség van a fegyelmezettségetekre, egymás támogatására, a rendkívüli szabályok betartására. Végezzük feladatainkat kitartóan, hatékony közös munkával, de jó kedvel, helyén a szívünkkel és szeretettel. Legyen iskolánk a Gregor egy jó, egymásra figyelő és egymást támogató közösség, ahova jó tartozni. Névadunk Gregor József gondolataival nyitom meg a 2020-21. Tanévet. Ha valamit, akár egy ügyet, akár egy operatársulatot, akár egy óvodát, a szakértelmen kívül nem a szeretet mozgat vagy pöcköl naponta előre, akkor nem szabad csinálni. Iskolában hagyomány, hogy eskütétellel, a tanévnyitó ünnepséggel az első osztályos gyerekek így válnak iskolai közösségünk tagjává. Elárulom a többieknek, hogy mi már tettünk egy próbát. Kiváló elsőseink vannak, szerintem tökéletesen működni fog. Kérlek benneteket, ismételjétek utána az esküszövegét. Én Bocsai Danka. Hogy a Gregor József általános iskola szabályai, hogy a Gregor József általános iskola szabályai megtartom magatartásommal, jó tanulmányi munkámmal, jó tanulmányi munkámmal, iskolám jó hírnevét, iskolám jó hírnevét Thank you.
és miközben az elsős helyek kocintanak, szeretném elmondani, hogy nálunk egy olyan gyönyörű hagyományunk van, hogy a nyolcadikosok kísérik ki a tanítóra az elsősöket. És nektek pedig egy nagyon szép feladatotok lesz, ez ugyan most elmaradt, de csak részben, hogy amikor ballagnak ők a tanítszáron, akkor ti fogjátok őket kikísérni az utolsó szép ünnepségükre. A nyolcadik osztályosok most is készültek egy meglepetéssel. És ők már ott várakoznak, hogy találkozzanak veletek. Fogadjátok tőlük szeretettel a Gregor iskolának, a Gregor iskola közösségének az ajándékát. És emelem poharam rá.